Sziasztok, üdvözöllek, szeretettel. Nézzük meg a... miről szól a december másodikai igehirdetés. Kicsit megkéstem, de... annál nagyobb szeretettel fogadjátok. Nézzük meg. Isten akaratának felfedezése, első rész. Kicsit itt fáj, szóval nehéz ki sem fogom tudni beolvasni nektek, lehet, de fogászható voltam is, nagyra kellett tartsam a szám, és itt a picikét nézzék élet, nézzük tovább. Változzatok meg értelmetek megújulásával. Roma 12 és 2. Itt van. Nézzük. Egy idős ember egy szép tanyán élt. Amikor meghalt, a földjét, mely több mint 2000 éve a család birtokában volt, az egyik szomszéd vette meg. Egyszer az új tulajdonos, ahogy a mezőt járta, észrevett egy a talajból kiálló furcsa követ. Hazavitte, megtisztította és elvitte az ékszerészhez. Az ékszerész megerősítette a tulajdon gyanúját. A régi kő, ami talán már több ezer éve ott hevert a mezőn, egy hatalmas, csiszolatlan smaragd volt, amely milliókat ért. Az igen. Ez a drága kő egész idő alatt ott volt a birtokon, várva, hogy valaki arra járjon és felfedezze. Az évek során az emberek ezerszer is elmentek mellette, de észre sem vették, mert úgy nézett ki, mint egy átlagos kődarab. Amikor felfedezünk valamit, akkor valójában csak rátalálunk arra, ami már létezett. Csak mi nem tudtunk róla. Így van. Miközben sokan keressük Isten életünkre vonatkozó akaratát, az, amit keresünk, gyakran ott van az órunk előtt. De mi tovább keresgélünk, mert nem ismerjük fel. Ahhoz, hogy egy drága követ felismerjünk, tisztában kell lennünk a jellegzetességeivel, tudnunk kell, hogy mit is keresünk. Hasonlóképp ahhoz, hogy igen. Hasonlóképp ahhoz, hogy felismerjük Isten akaratát, a Szentírás szerint kell élnünk. Hm.
Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával. Igen, tehát igen, Szentírás szerint kell élnünk. Ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy meg ítélhessétek, mi az Isten akarata. Mi az, ami jó, ami neki tetsz és tökéletes? Róma 12:2. Ehhez minőségi időt kell fordítanunk a Biblia olvasásra, és a szerzővel való beszélgetésre. Na, szép volt, igen, ez is. Hónap jövök a második résszel, jó? Na, itt van az második rész. Na jó, akkor minden jót. Sanyika voltam, szép álmokat, ha most néztétek meg esetleg. Ha reggel, akkor jó reggelt, szép napot. Biztos sokan reggel fogjátok megcsodálni ezt az ige hirdetést. Szóval minden jót, gyerekek, és csak pozitívan, jó? Az Úr, ami pásztorunk, szeret minket is. Nem hagy el. Kell bízni, gyerekek. Kell bízunk, mert a Jóisten nem hagy el, nem mond le rólunk. Soha. Így van. Csak bízni kell bennes. Jó lesz minden. Na jó, akkor minden jót, és legjobbakat. Sziasztok!